A tekesport egyik sajátossága, hogy egy olyan meccsen is arathat számszerűen fülényes győzelmet az egyik csapat, amelyen nincs jelentős különbség a két fél között. Így történt ez a nyíregyháziak Répcellaki fellépésén, amelyen a Győr ellen léptek dobóállásba Szlovenszkijék. A párharcok igaz, hogy minimális különbséggel, de rendre a hazaiak javára dőltek el, így a vendégek 8-0-ás vereséggel zárták a dunántúli túrát. Úgy kellett a pályára lépnünk, hogy a komoly párharcokat is fel kellett vállalnunk, így kockáztatnunk kellett a siker érdekében. A belső szettarány mutatja meg igazából, hogy mennyire szoros volt ez a mérkőzés. 14-10 arányban alul maradtunk. Sajnos a Hakkia Dezsőnek 4 fán múlott, a Szlovenszki Tibornak 1 fán múlott a pontszerzés, míg a Szegő Levente is ott volt a pontszerzés kapujába. Így azt lehet mondani, hogy reálisan 6-2-5-3 arányban kellett volna kikapnunk, de Szfát tekintve az a győri csapat most kimagasló teljesített, és mindenképpen megérdemelten győzött ellenünk. Egy ilyen kiélezett mérkőzésen apróságok döntenek, így annak is nagy jelentősége van, hogy melyik csapat mennyit pihen a találkozó előtt. Mi hajnali 4 órakor indultunk már útnak ahhoz, hogy 10 óra után ott tudjunk lenni, és egyből dobóállásba tudjunk ugrani. Ezek is nüansznyi, de mégis számítandó dolgok, illetve hozzáteszem, hogy ez a Győr már nem az első idényét játssza ezen a Répcellaki pályán, és igazából megmutatkozott ez, hogy ezek a kis apróságokkal, de sikerült nekik elhozni a fontos belső pontokat, és nekünk még azt lehet mondani, hogy van mit tanulnunk, van hova fejlődnünk, de mindenképpen azt tartjuk szem előtt, hogy csapat szinten tudjunk fejlődni, illetve legalább ezt a szintet tartani, és bízunk benne, hogy majd egyszer hamarosan kijön majd ez a küzdeni akarás. A hétvégén a magyar életcsapatok nemzetközi elfoglaltsága miatt nem rendeznek fordulót a Szuperligában, a nyíregyháziakat viszont szombaton a Városi Stadion csarnokában a 13. Kárpát-kupán láthatják majd a szurkolók. Ismét hazatérünk, azt lehet mondani, hosszas idő után, és a hagyományoknak megfelelően a Kárpát-kupát ebbe az októberi időszakba szoktuk lebonyolítani. A szokásos csapatokkal már ezt lehet mondani, a szlovákiai Nagycsáros, a romániai Marosvásárhely csapata, illetve a szerbiai Magyarkan is a csapata látogat el hozzánk, és most színesítve a programot női mérkőzést is láthat majd a publikum, ugyanis a Nagycsáros női csapata összeméri tudását a nyíregyházi amatőr városi női csapattal, ami majd szombaton 9 órakor lesz, míg a férfi mérkőzések délbe kezdődnek. Visszatérve a Szuperligához, 5 forduló után a Szeged, az Alegerszeg és a Répcellak még 100%-os, az NTK pedig 2 győzelemmel és 3 vereséggel az 5. helyen várja a Répcellak elleni hazai mérkőzését.